Sziasztok, üdvözletem minden egy újabb videóból. A tegnap átadott Arany János utcai metró megállónál vagyunk. De ez, ami rögtön jösszemezik, ezt láttam már más videós is mutatta, hogy egyrészt itt vannak a hirdetőtábla helyek, és ez egy ilyen zajvédő fal, ami ugye a vonat zaját csökkenti, ugye valami hangelnyelőbe vonat. És hát itt a megújított állomás, hát ugye a dizájnok azok, ugye látjátok, ez a világos kék színű oszlopok vannak a szürkék helyett. Ugye, ez a gyományos ilyen betonülés, amit már láthattunk korábbi metró megállókon is. Mindjárt még elnézek erre. Itt van a forgalmi ügyelet. És ahogy láttam, Kányádi padját is visszatették, mindjárt ezt is megnézzük. És ahogy ott a tájékoztatón is van, ugye a Lehel téren és a Nagybánat téren továbbra se állnak a vonatok, hanem ott állomásfotó buszokkal lehet utazni, hát ahogy jövünk. Tehát viszont most átadták az Arany János utcát és a Nyugati pályaudvart, illetve a Rózsa György úton is beüzemelték a liftet. Ahogy én tudom. De most igazából ezt a Nyugati pályaudvart fogom megnézni, mert hát ha van idő, még átérjek a Rózsára is. És itt van a Kányádi pad. És itt viszont egy fűzfának a mintázata van kint. Egyébként ezt én sem mondtam meg, volna meg így ránézésre, de azt hiszem Sinkó Szebasztiának a videójába említették, de lehet, hogy a Rikárieba volt, most írtál, nem emlékszem, de több videót is megnéztem tegnap óta, ahol a frissen átadott állomásokról volt szó. És így néz ki, és akkor látjátok, ez egyik mozgó lépcsőt kivették, annak a helyén van a ferdepályás lift. Hát, ha nincsenek ellenőrök, akkor megnézem, mert ugye az a baj, hogy ugye vonaljegyel jöttem le, és hogyha most felmegyek, akkor csak egy másikkal tudok visszajönni. Hát, vagy pedig ilyen 30 perces jegy kéne, és akkor azzal lehet ide-oda maszkálni. És egyébként ugye, hétvégén továbbra sem jár a metró az Árpád híd és a Kőbánya Kispest között. Még csak eddig, de ugye a Nagyvárad téri állomás azt most is építik, meg a Lehel térit is építik még. Tehát ott azért még anyagszállításra még szükség van, tehát emiatt hétvégén. Ugye ezen csak az északi szakaszán jár a metró. Hát ez még véletlenül egy pár hónapig így lesz. És hát ez a metró állomás, ez több mint 3 évig épült. 2020. március 7-én zárták le, és hát tegnap adták át, vagyis a március 20-án, hogyha így jól számoltam ki fejbe a napokat. Tehát egy 3 év és 2 hét. Annyi ideig tartott, ameddig elkészült. Viszont itt szerintem ki fogok menni, mert itt a felszínen is érdemes lenne szétnézni. És ugye ezt nézzétek, itt az álmennyezeti, itt is ilyen hízagos. Hát itt ez jellemző egyébként így a felújított hármas retroállomásokra, hogy csak ilyen félig meddig takarják a gépészeti elemeket. Hát ez most az újfajta dizájn. A 4-es metró is több állomás így épült, hogy még a vasbeton is látható maradt. És akkor így néz ki az állomás, és itt van 3 mozgó lépcső és egy ferdelift. Akkor megyek, szétnézek a felszínen. Hát a ferdepályás lift az nem sokat változott, az ő ugyanolyan, mint az eddig átadott állomásokon. Aha, és most jön majd, hogy elindult a fülke visszafele, az ellensúly az megy a másik irányba. És mindjárt megérkezik. És megérkezett a felfelé. Nézd meg, hogy hogy ment. És akkor itt vagyunk a felszínen. És azok itt voltak régen a különböző voltok, meg a retro lángosos, meg minden egyéb, hát azokat tüntették innen el. Amelyik is sokkal jobban néz ki az állomás. Arra fele pedig a Podmanicki tér, hát a sok minden nem változott. Már ilyen még... Na, régebben volt, amikor a trolikat tüntették el innen a Podmanicki térről. De hát még a 10 évvel ezelőtt itt még troli végállomás volt. És egyébként a retro lángosos meg oda szembe költözött át, de a sokkal jobb helyen van. És innen mentek a metrópótok, illetve hétvégén innen fognak továbbra is.
a metróállomás épülete és a Podmaniszki tér. Na itt viszont semmi nem változott. De határozottan jót tett itt a térnek, hogy eltüntették innen a Toli végállomást. Az a megoldás nem volt akkoriban sem a legjobb, hogy ott elvágták a Tolit és ott fordították vissza. És akkor a Podmaniszki tér felől is egy körbetekintő. Látszik, az összes boltot eltüntették innen. Tehát akkor az összes ilyen boltékat eltüntették innen, viszont itt van egy üzlethelyiség. Tehát ha egyszer lesz neki bérlője, akkor ide még bármit lehet telepíteni. Hornet is, vagy egyéb kajáldát, vagy akár a GSM bolt visszajöhet ide. Hát ez majd egy jövő zenéje még, viszont az határozottan jó tett, hogy a bodegákat elvitték innen. Hát valakinek nem tetszik az új metró, vagy az új metró állomások. Ezt nézzétek, és itt is ez a zajjelnyelőfal. És ezek az részben eltakart álmennyezet, ez hasonlít a kávénhoz, ez az ilyen Star Wars-os beütése van. És akkor nyugati pályaudvar. Ugye itt két kiállat volt korábban, és ez most is megmaradt. És gondolom valahol itt lesz a lift is. És érkezik a következő szerelvény. Igen, most egy csúcsidőben jött a viákot, élek olyan két percenként járnak. A térállomásod nem áll meg. Ha lehet érni, innen az M14-es állomáskódú autóbusztal utazhatnak, mely az aluljáró C és F kiáratánál a busz végállomáson kijelölt megálló. És itt nincsen feldelift. De megmaradt a három mozgó lépcső. Ha jól emlékszem, itt három volt korábban is. És itt a másik kiállat. És itt van a lift. Akkor csak az egyik kiállat kapott liftet. Köszönöm. És itt úgy emlékszem, hogy korábban is négy mozgó lépcső volt. A keskenyebbeket laktak be, és akkor mind a négy megmaradt, és elfér még középen a lift is. És akkor ez is feldelift. Ez is ugyanolyan feldelift, mint a másik. És a mozgó lépcső keskenyebbek, így csináltak helyet a liftnek. És ott jön, ott megy a fülke. Hát az ugyanolyan, mint a másik. És akkor... De ide biztos nem épült lift az aluljáróba, tehát nagyon jó, hogy akadálymentes lett a metró, de ide az aluljáróba hogy lehet akadálymentesen lejutni? Bár mondjuk ott le lehet, ott van egy rámpa.